Köszöntöm a televízió nézőket, kolléganőm Bocskai Magda nevében, én H.R. Zsigmond vagyok. A következő hetekben gyakran találkozhatnak majd velünk a TV képernyőjén. Az idén 21 éves Kölcsei Televízió az elmúlt két évtizedben számos nagy programot bonyolított le, számos nagy projektnek volt a részese, most viszont olyan fába vágtuk a fejszínket, amire még nem volt példa a televízió történetében. Rengeteget utaztunk, bejártuk a megyét, és nagyon-nagyon sok emberrel találkoztunk. Hála tulajdonképpen annak a projektnek, amelynek a keretében ezek a műsorok elkészültek. Ennek a címe, szerintem érdemes megjegyezni, sokszor fogják majd hallani a következő hetekben, Itthon Együtt Közösen Szabolcs-Szatmár-Berekben. A projekt keretében egyébként nagyon sokféle műsort készítettünk, többek között főzőműsort, kastélyokat, várakat mutattunk be, megyei legendákat, készült egy 4 estés talkshow, és tulajdonképpen az, amelyet ma látni fognak, az pedig egy rendkívül érdekes műsor, amelynek a címe Falusi Turizmus. Nyilván benne van a címében, hogy azért itt egy kicsit erősnek is kellett lenni, izmosnak, no meg eszesnek is. Különböző településeket kerestünk meg, szám szerint 21 települést, akikkel tulajdonképpen ezt a nagy játékot elkezdtük. És amelynek a lényege többek között az identitás erősítése, hiszen Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei televízió vagyunk, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében élünk, és ugye nagyon sokat lehet arról hallani, hogy fiatalok elmennek településekről, elfelejtik, mi volt a múltban. Most ez a rendezvény, vagy ez a rendezvény sorozat nagyon alkalmas arra, hogy egy picit mindenki visszatekintsen az adott település múltjára, találkozzanak egymással, összejöjjenek, ne csak egy futballmes legyen mondjuk egy településen, az, ahol találkoznak a fiatalok. Hozzáteszem, gyakorlatilag mindenütt vannak olyan civil közösségek, akik rendszeresen szerveznek programokat, és ennek az esemény sorozatnak is az egyik ilyen fontos kitétele volt, hogy ilyen civil szervezetek vagy helyi közösségek vegyenek részt benne, és elmondhatjuk most már túl az első feladaton, ami egy online térben történő vetélkedő volt, hogy így is történt. Egyébként, Zsiga, gondolom, te az összes település foci csapatát ismered, nem? Név szerint is hallani, hallottam rólunk, meg is fordultam sok településen, sok helyen, mert talán az egyik legjobb identitás erősítő közös tevékenység most is a sport és a futball. Nos, kedves nézők, nagyon nehéz beszélni arról, hogy milyen is lehet egy online vetélkedő, de mi most ebben a műsorban megkíséreljük ezt is bemutatni, hogy egy picit ízelítőt adjunk abból, hogy valójában tényleg mi zajlott akkor, amikor ezeken a közösségi tereken, művelődési házakban vagy polgármesteri hivatalokban összeült a falu apraja nagyja, és megpróbált minden kérdésre válaszolni. Megmondom őszintén, hogy szerkesztőink nagyon rafináltak voltak, mert nagyon sok olyan kérdés volt, amire tulajdonképpen mi magunk sem tudtunk válaszolni. Persze ez nem jelenti azt, hogy mi vagyunk itt a főeszesek, de úgy tudom, hogy a települések lakói viszont nagyon ügyesek voltak. Kreatívaknak kellett lenniük, össze kellett ülniük és gondolkodniuk kellett, esetleg utána nézni egy picit bizonyos feladatok megoldása előtt, hogy hogy tudják megoldani, vagy pedig megkeresni olyan idősebb település lakókat, akik még emlékeztek mondjuk olyan szavakra, amelyek már kikoptak a köztudatból. Most, hogy így mondod az idősebbeket, ugye most is turisták vagyunk, itt vagyunk a Sóstói Múzeum faluban, egy csodálatosan új magtárépületben, ez az új létai magtárépület, aki már esetleg járt itt, az látja, hogy mennyi csodálatos kincs halmozódott föl, ezek is általában ugye a megye különböző településeiről érkeztek, úgyhogy jó egy picit a múlt történelmében fürdőzni, és hát mi magunk is ezt tettük, amikor ezt a műsort tulajdonképpen kitaláltuk, elhatároztuk. Mondjuk el azért, hogy ki volt ez a, illetve kik voltak azok a települések, akiket felkértünk erre a vetélkedőre. Előtte azonban még elmondjuk, hogy miért vetélkednek, hiszen minden vetélkedő szól valamiről. A dicsőségen túl ezúttal pénzdíjért is vetélkednek a csapatok. Az a győztes csapat, amely majd a végső győzelmet magáénak mondhatja, 500 ezer forintot vihet haza a településére, a második helyezett 300-at, és a harmadik helyezett csapat pedig 100 ezer forintot, és az, hogy kinyeri ezeket a pénzdíjakat, majd 4 állomás helyen 4 vetélkedőn dől el, hiszen az online vetélkedőről tovább jutó 9 csapat 3 helyszínen megmérkőzik majd, és a 3 győztes a kisvárdai végső döntőben dönti majd el, hogy melyik együttes
mondhatja magának a győztes büszke címet. Hát szerintem ezek nagyon izgalmasak lesznek, és biztos, hogy izzadnak majd a csapatok, ugye, hiszen fantasztikus nyarunk van, úgyhogy mi magunk is nagyon kíváncsiak vagyunk, és nagyon lelkesek. Remélem, hogy ez majd átjön a képernyőn is, és a nézők is együtt fognak velünk körülni, szurkolni a településeknek. És akkor én elmondom, hogy ki volt az a 21 település, aki az online térben vetélkedett. Nagyecsed, Rozsály, Fényeslitke, Szabolcs, Tiszadada, Tuzsér, Panyola, Apagy, Gyulaháza, Nyírcsaholy, Nyírlugos, Nyírpazony, Barabás, Beregdarót, Szatmárcseke, Ököri, Tófülpös, Ajak, Érpatak, Dombrát, Kisvárda és Nagykáló, akár egy nyelvtörő is lehetne, hogy milyen gyorsan tudjuk elmondani ezeket a településeket. Nem tudom, hogy elárulhatjuk-e, hogy azért a 21-ből tulajdonképpen ugye most a mai műsorban csak 9 települést fogunk megmutatni, mert hogy ők voltak a legügyesebbek. És ez a 9 település pedig Tiszavasságban, Mátészalkán és Vásárosnaményban áll majd célvonalra gyakorlati feladatok megoldásakor. Előtte azonban viszont még, amint már említettük, az online térben volt egy vetélkedő, és ezek közül a feladatok közül mutatunk meg a teljességigények nélkül néhányat majd önöknek. Én magam úgy vagyok tulajdonképpen a turistáskodással, hogy ugye ezt elsősorban ilyen nagy távolságokba gondoljuk, de aztán amikor mondjuk egy-egy megyei településre eljutok, akkor rácsodálkozok, hogy micsoda kincsek vannak, milyen szép épületek, milyen finom ízek. Úgyhogy a mai este folyamán reméljük, hogy kedvet kapnak a nézők ahhoz is, hogy valamelyik településre ellátogassanak, mert sok olyan kép készült, amelyben már megmutatják az adott települések, hogy mikkel is rendelkeznek. Ilyen volt az első feladat, hát hogyha most mondjuk itt a múzeumfaluban szétnézek, ugye 100 évvel ezelőtt senki nem tudta, hogy mit jelent az, hogy selfie, de szerintem még 20 évvel ezelőtt se volt ez egy nagyon trendi dolog. Ma meg már talán nincs olyan ember a világon, aki ne tudná, hogy mit jelent selfizni. Igen, én tudom, hogy mit jelent szelfizni, viszont nem vagyok a szelfi híve, nem? Inkább fotókat csinálok, de enélkül talán már nem is lehet élni, hiszen akár milyen portált megnyitunk, vagy akár milyen online felületet látunk, csak özönlenek azok a fotók, amik készítenek maguk, ugye az a klasszikus mozdulattal, vagy egy selfie segítségével hozzátéve, hogy ugye volt egy időszak talán, amikor nagyon komoly balesetek történtek, hiszen olyan helyeken igyekeztek selfizni turisták, ami nem volt igazán biztonságos. Na most ebben az esetben ez nem merült fel, hiszen mindenki az adott településen selfizett, olyan településen, amelyet jól ismernek, és olyan helyszíneken, amelyek szerintük leginkább jellemzik az adott települést, és meg is említhetünk néhány érdekes és ötletes esetet. Igen, hát például ugye többen éltek azzal a lehetőséggel, hogy már magát a település táblát keresték meg, odaálltak a csapatok, igen, tudjuk, hogy honnan jönnek. Aztán voltak, akik még kreatívabbak voltak, mert mondjuk egy képkeretbe álltak be, vagy beöltöztek például egy falusi disznóvágáshoz való jelmezbe, vagy legalábbis azokba a ruhákba, amit ugye érdemes ilyenkor fölvenni, és hát annyira komolyan csinálták, hogy még a malac is képbe került. Úgyhogy mi magunk jót mulattunk ezeken a képeken. Persze itt is éltek a technika különböző lehetőségeivel, tehát akár egy ilyen archaikus felvételt készítettek a csapatok. Úgyhogy nézzük is meg, hogy melyek voltak a legötletesebb szelfik. A második feladatnál is kreativitásra volt szükség, hiszen olyan szavakat kellett találni az adott településen, amelyet jellemzően csak ott használnak, és érdekes, hiszen Szabolcs-Szatmár-Bereg megye nem mondható egy óriási
megyének, viszont van három tájészsége, Szabolcs, Szatmár és Bereg, és bizony vannak olyan szavak, amelyeket az egyikben használnak, a másikban meg nem is igazán tudják a jelentését. Egyébként hát szerintem neked is van ilyen emléked, hogy mondjuk budapesti barátaiddal beszélgetsz, és fogalmuk sincs arról, hogy mondjuk mit jelent a csurka, vagy a levonó, ez mondjuk egy modern szó, de tovább például megyek, ezt matricát használnak, vagy a stelázsi, meg tényleg vannak olyan szavak, ami már egy budapestinek is érdekes, de ez egyébként ez meg sokkal nehezebb volt, mert csak az adott településen használatos szavakat kellett keresni, úgyhogy igazi nyelvész feladat volt. Annyi személyes élmény lehet, én valamikor nagyon régen Budapesten egy kifőzdében kértem egy farát, ami ugye nálunk mi csodát? Farát, Porcsabán születem, a kenyér végét farának hívják, aha, gőze nem volt a néninek, nagyon kedvesen rám mosolygott, aztán mondta, hogy fiatalember, adok kettőt ingyen, mert azért nem is kérünk pénzt. Nos, hát akkor nézzük, hogy a csapatok mennyire voltak ügyesek, és milyen szavakat gyűjtöttek. Nem tudom, aludtál-e már a falusi környezetben, és ha igen, akkor ébredéskor mi volt az első élményed? Hát a kakas kukorékolása. És ez tényleg így van, ahol barompi van, ott biztos, hogy az az első hang, ami megszólal hajnalanta. Hát én valószínűleg minden településen vannak kakasok, tyukok. Éppen ezért úgy gondoltuk, hogy meg kellene keresni a falu legszebb kakasát. Ez a Kukori Kotkoda címen futó játékunk volt, és arról kellett készíteni egy felvételt. Hát egyébként itt sem teljesen ugyanúgy gondolkodtak a csapatok. Volt egy település, szerintem ki is emelhetjük, ők voltak a nyírcsaholyiak, akik úgy gondolták, hogy ebbe is beletesznek valami kis pluszt, úgyhogy megkeresték a belevalóbb pasit, vagy aki úgy érezte, hogy ő tényleg a falu kakasa, és beöltöztették kakasnak. Aki jól is állt a kakas jelmezben, hogy megláthatják. És ugye a kakas egy olyan állat, ami szerintem sokan szeretnek, nem csak a kondérban, hiszen van egy olyan kisugárzása, büszkeséget nem véletlenül szerepel címerekben is, tehát egy jól kinéző kakas, jó ránézni. Nos, hát akkor nézzük, hogy hogyan is néztek ki a legszebb kakasok. A 9 középdöntőbe bejutott csapat egyike Ajak, most nézzük meg a település bemutató kis filmet. Ajak neve hallatán szinte mindenkinek a száj jut az eszébe. Nem tévedünk ezzel nagyot, ugyanis tényleg ez a testrészünk lehet a névadója a városnak. Persze az is elképzelhető, hogy eredete Ajak Miklós birtokossal van összefüggésben. Már a 13. század végén vannak utalások arra, hogy létezik Ajak, de jelentősebb lélekszámúvá a 19. században vált. Akkor egyesült Magyar Vég, Faluderék, Kisajag és Tóvég. Görög, római és református közösség is él Ajakon, legtöbben római katolikusok. Telepítettek be ide a 18. században szlovákokat, majd Heves megyéből magyarokat. Ez utóbbiak hozták magukkal a dohánytermesztés mesterségét. 2013. július 15-én kapta meg a városi címet, amelyet azóta minden évben hatalmas mulatsággal ünnepelnek meg. Idén már a megújított Péter-tó ligetben tartották a városnapot, ahova hagyományosan meghívják a testvértelepülések képviselőit és a város hagyományőrző csoportjait.
Egyébként, hogy is kell tényleg elképzelni magát ezt a vetélkedőt? Ugye volt egy weboldal tulajdonképpen, egy honlap, amelynek az volt a címe, hogy turizmus.hu. Ezen zajlottak ezek a kérdések, mindenki kapott egy belépési kódot, és aztán elindult a nagy megmérettetés, amelyből ma este ugye önök is láthatnak egy pár feladatot. A következő az egy nagyon érdekes feladat volt, a címe a feladatnak, hogy na ez meg mi? Igen, hát régebbi vetélkedőben, vagy talán most is lehet látni, hogy megmutatnak egy épületről, vagy egy tájról egy részletet, és abból kell kitalálni, hogy mi ez az épület vagy tárgy, és hát vannak olyan mindenki által ismert kultikus épületek, tárgyak, elég rápillantani, és már mondja valaki, hogy mondjuk ez az Eiffel-torony, ez a Diadali, vagy ez a Kolosseum. Próbáltunk egy hasonló feladatot adni a csapatoknak, mégpedig értelemszerűen megyei kötődésűt, hiszen maga az egész rendezvénysorozat identitás erősítés céllal indult, és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéről szólt, és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyének egy olyan jellegzetes épület, egy részletét mutattuk meg a csapatoknak, amelyet azért nem biztos, hogy azonnal első látásra fel lehet ismerni, annál is inkább, mert egy olyan épületrészlet, ami nem szebb magasságban van, hanem fent a plafonon, de tegyük hozzá, a csapatok megoldották a feladatot. Így van, és ahogy Zsiga említette, valóban ez egy olyan kultikus épület itt a megyében. Tákoson a református templomról van szó, amelyet mezitlábas Notre Dame is hívnak. Én is többször voltam ott, sokszor vittem el barátaimat, akik külföldön élnek, vagy az ország más részeiben, és egyébként itt a tákosi fatornyú templomban helyi nénik szokták elmondani a templom történetét. Az is egy nagyon-nagyon szép program, és hát olyankor azért, amikor az ember beül, akkor természetesen megcsodálja ezt a kazettás mennyezetet, úgyhogy valószínűleg a településen, a vetélkedő településeken élők is részt vettek már egy ilyen látogatáson. Vagy ha nem, akkor utána mentek el. Minden esetre kitalálták, szóval pedig nem volt egyszerű a felvétel. Nézzük meg, hogy mi is volt akkor a feladat. Következő percekben folytatjuk virtuális utazásunkat, ezúttal Nyírcsaholyba látogatunk. Bandurák, cicerli, görhöny, kremzli, krumpliprósza, lapotya, lepkepotyi, picskedli, siligó. Ez mind ugyanannak az ételnek a neve, amelyet egy kis községben készítenek. Londontól nem messze, alig 100 kilométerre található egy kis település, Canterbury, ami mindössze 2000 kilométerre van Nyírcsaholytól, ott készül az ismertebb nevén lapcsánka. A valamivel több mint 2000 fős községet egyébként a lakói gyakran csak Csarholy alakban emlegetik. Bárhova mennek a helyiek, több zsák burgonyával indulnak el, meg egy kis liszttel, sóval, borssal, no meg jókedvel és szeretettel. De hogy mi is az igazi titka a nyírcsaholyi lapcsánkának, talán soha nem derül ki. Örülhetünk, hogy egyáltalán fennmaradt ez az étel, hiszen a 17. századi török és német hadjáratok szinte teljesen elpusztították a falut. Az 1800-as évek elejéig csak puszta volt. Ekkor azonban elkezdődött az újratelepítés. Így nyugodtan kijelenthetjük, hogy a csaholyiaknak a vérében van a talpra állás, erőben, akaratban, törekvésben és lelkesedésben nincs hiány. A falusi turizmusra is győzni jöttek. A szörnyek sem maradtak ki a vetélkedőből, ugye a világ talán legismertebb szörny a Loch Ness-i szörny, és úgy is tartják, hogy Skóciában, amelyik településnek nincs egy saját szörny, az nem is igazi település. Most Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a köztudatban, a régi történetekben is vannak szörnyek, hiszen sok helyen előfordult, hogy egy-egy elvadult kutya vagy elkóborolt macska riogatta a településen élőket. Most viszont mi arra voltunk kíváncsiak, hogy a részvevő településeken vannak-e aktuális szörnyek. Most eszembe jutott a lápi lidérc, meg a hétszűnyű kapanyányi monyók.
majd felelevenítem ezt a tudásomat. Minden esetre egyébként az emberek mindig szerettek egy kicsit rettegni, ugye nem véletlenül nézünk olyan filmeket is, ahol egy kicsit meg lehet borzongani. Úgyhogy valószínűleg a településen élő játékosoknak is voltak ilyen rettegett élményeik, mert hogy nagyon-nagyon ügyesen kitalálták tulajdonképpen, ugye ez végül is egy fantázia játék volt, tehát ki kellett találni egy szörnyet, akinek azért valamelyest az adott településnek a hangulatát is idézni kellett, a jellegzetességét. És akkor kitalálták a sztorit, hol él, mit csinál, miért kell tőle félni, és nagyon szépen le is rajzolták szépen. Hát minden esetre majd most a nézők el tudják dönteni, hogy mennyire félelmetesek a megyében élő szörnyek. Az előző feladatban rajzoltak, mint láthatták, rajzkészségre volt szükség, a következő feladatnál pedig irodalmi készségre, hiszen egy olyan feladatot kaptak a települések, illetve a versenyzők, amelyben megadott szavakkal kellett egy történetet kerekíteni, mégpedig nem akármilyen szavakkal. Hát bizony, és ennek ellenére roppant kreatívak voltak, és nagyon érdekes sztorik, történetek születtek. Na hát akkor elmondjuk, hogy milyen szavakkal kellett dolgozni. Az alábbiak voltak a szavak: tikmony, fineszes, furik, szotyi, góré, fagyóka, csírás, galuska, dücskő, ablaktő, lehet lesz, puja és passzúj. És az első feladat természetesen az volt, hogy értelmezni kellett ezeket a szavakat, meg kellett fejteni a jelentését. Neked nem tudom, első nekifutásra a 12 szóból hányra mondtad volna rögtön, hogy mi a hétköznapi jelentése? Én azt mondom, amit nem tudtam. Igen? Jó? Én nekem fogalmam sem volt arra, hogy mi a tikmony. Mondjuk el. Mondjuk el. Igen. A tikmony az tyúktojást jelent. Így van. Úgyhogy ma este is okosabbak lettünk. Az összes többi szót én azt hiszem, hogy ismertem, kivéve az ablaktőt, és talán használom is ezeket a szavakat, mert hogy ugye én is Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei vagyok. A legismertebb talán a szotyi, mint nagyon régóta gyerekkorunktól mesre járó, már nagyon régen találkoztam vele, meg talán az van leginkább a közbeszédben. Passzúj is. A góré, amin több jelentése lehet, hiszen jelenthet akár főnököt, jelenthet egy kukorica tárolására használt fából, lécekből készült építményt, és van, ahol magára a kukorica szárára használják. Tehát több tájegység, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is három tájegység, és nem mindenütt ugyanúgy használják. Ugye a fagyóka az tulajdonképpen az ónos esőt jelenti, ezt mi használjuk, még mindig ezt a szót. Aztán hát a puját is, szerintem a passzújt is. Ugye? Ha lehet lesz, ezt már egyre kevésbé, hogy ez mit is jelent pontosan, ez tulajdonképpen egy lehetőség jövő időben, tehát hogy majd valamit meg lehet csinálni. Ennek volt itt ez a falusi változata. Nos, a puja pedig természetesen ugye, ahol ismerik, tudják, hogy gyereket jelenti, és talán a passzújt nem mondtuk még, ami a babot jelenti, tehát így akár ezekkel a kifejezésekkel, akár a mindenki által ismert kifejezése, nem észszerű ezekből a szavakból történeteket írni, de megpróbálkoztak vele, sőt meg is oldották ezt a feladatot, csapatok. Néhányat meghallgatunk ezek közül. A Litki Vinclér Jankó télvíz idején, amikor fagyóka esett, az ablaktőn támaszkodott, és szotyit köpködött kedvére. Már reggel elindult dücskőt hasogatni, a furikot is odakészítette, de csak az ablaktőig jutott. Közben az asszony habart, passzújt és csírás galuskát akart főzni. A fineszes puja nem szerette a csírás galuskát, és bár talált 4 tikmonyt is, gondolta, ha nem lesz tikmony, nem lehet lesz galuskát csinálni. Befelé menet sikárkózott a fagyókán, elcsúszott, az összes tikmony széttört. Oda lett a vinclérék ebédje. A tikmony szökése. Egyszer volt, hol nem volt,
volt egyszer egy tikmony. Ez a tikmony világot akart látni. Olyan fineszes volt, hogy kigondolta, hogyan lehet lesz megszökni. Rágurult a fagyókára, azon csúszva felrepült a góri tetejére, mert úgy gondolta, onnan jobban lát. Mikor megtervezte a szökést, lecsúszott a dücskőre. A háznál lévő puja az ablaktön könyökölve szotyizgatott, amikor az anyja ugrasztotta, hogy menjen a kertbe, szedjen paszújt. Szaladt ki a furikért, amikor észrevette a dücskön lévő tikmonyt. Oda ment, felvette és megkérte az édesanyját, hogy csináljon belőle csírás galuskát. Így lett vége a tikmony szökésének. Apacs csapata is ott lesz a középdöntőben. Nézzük meg, honnan érkeznek majd az apacsi versenyzők. Apagya a megye egyik olyan települése, amelyet a legkönnyebb megtalálni. A 41-es főúton elindulva egyszer csak egy körforgalomhoz érünk, amelynek közepén nagybetűkkel áll Apagy. Nem csak a település név miatt kulcsfontosságú a körforgalom, a település megközelítését is biztonságosabbá tette. Már a 13. században is éltek itt emberek, csak akkor még nem Apagynak, hanem Opagnak hívták. Fekvése miatt többször tartottak itt megyegyűlést, érdekesség, hogy egy ilyen tanácskozáson választották Nyíregyházát Szabolcs vármegye székhelyének, sőt 1608-ban országgyűlést is rendeztek itt. Egyik legszebb építészeti emléke a 15. században épült, de később a reformátusok által átvett és gótikus stílusban épült templom. Nem véletlen, hogy a település több mint egyharmada ennek a felekezetnek a tagja. Apagyon 2500-an élnek, ahol szinte minden városi szolgáltatás, gáz, víz, villany, szennyvíz elérhető. Van iskola, óvoda, bölcsőde, sőt egy csodálatos horgásztó is várja a pihenni vágyókat. Hát úszunk tovább az irodalom hullámain, ha lehet ezt mondani, mert hogy a fogalmazás után pedig arról kellett beszámolni a csapatoknak, hogy ők mit olvastak legutóbb, vagy legalábbis mi az a könyv, amit ajánlanának a kedves nézőknek, vagy egymásnak, ami természetesen azért sokan úgy gondolkodtak, hogy olyan olvasmány legyen, ami mondjuk bemutatja településüket, de egyébként itt sem egyformán gondolkodtak a csapatok. Az online világ térhódítása óta tart a vita arról, hogy mi lesz a nyomtatott művek sorsa. Szerintem legalábbis az én véleményem szerint könyvre nyomtatott újságra szükség van. Te mit olvastál legutoljára, mit olvasol, most lehet tudni? Hát ez nagyon érdekes, ugyanis az egyik talk show-ban vendégünk volt a Máté Szalkai születésű John Cure, aki Magyarország egyik leghíresebb horror és pszichotriller írója, és tőle kaptam meg az Istentelen vidék című könyvét, úgyhogy ezt olvasom, de én párhuzamosan több mindent szoktam olvasni, tehát a lakás különböző részeiben is vannak könyvek, a másik pedig Tisza Katának egy könyve, amit most olvasok. És te? Ha már így bekérdeztél. Én most fejeztem be Presser második kötetét. Nagyon izgalmas volt, egy pici időutazás nekem is, megkoromnál fogva már éltem akkor, amikor még az Omega, az LGT és azok a musicalek születtek, amelyek ismerté tették, vagy híressé tették Presser Gábor nevét. Egy óriási életműről van szó. Nagyon sok sztori volt benne, nagyon sok mélyebb gondolat, két nagyon vastag kötet, kifejezetten élvezettel olvastam, de egyébként én is többször többféle könyvet olvasok, van úgy, hogy egy irodalmit, és akkor mellette egy sporttémájú könyvet, ami túl azon, hogy sporttal szól, nem áll messze az irodalomtól sem. De, vagy a saját évkönyvedet lapozgatod? Azt akkor, amikor készül leginkább. De én is szeretek olvasni, és mind kiderült, hogy szeretnek olvasni azokon a településeken is, amelyek részt vettek ebben a vetélkedőben, és mindjárt kiderül, hogy milyen könyveket olvasnak leginkább az adott településeken. Thank you.
Az Ököri Tó Fülpösi csapatot mutatjuk be, illetve magát a települést a következő percekben. Szomorú múltja van a mulatozásnak Ököri Tó Fülpösön. 1910-ben az akkori Szatmár Ököri tón egy húsvét hétfőn tartott mulatságban sok száz fős tömegre gyulladt rá egy pajta. A katasztrófában 312-en vesztették életüket. A tragédiának világviszonylatban is hatalmas volt a visszhangja. Rengeteg külföldi lap címlapon számolt be a tűzről. A településen évekig nem soroztak, táncmulatságot pedig ezt követően 28 évig nem tartottak. A falunak mégis a tánc segített az újjászületésben. A helyi földbirtokos felesége Németh Lili szervezte meg 1937-ben azt a tánccsoportot, amely mai napig működik a községben. Ez a fergeteges táncegyüttes itt éppen a megyei értéktalálkozó színpadán is látható. Az idén 85 éves fergeteges Ököri Tó legnagyobb büszkesége. A falu másik kincse a körte, melynek fesztivált is szentelnek a helyiek. A református templomok is gyönyörűek-e vidéken, a fülpösi részen klasszicista, míg az ököri tói oldalon a barokkor jegyeit őrzik a műemlékek falai. A műsor elején mondtam, hogy szerkesztőink nagyon-nagyon fineszesek voltak, és ravaszak, és olyan feladatokat is kitaláltak, ami, hát megmondom őszintén, nekem legalábbis nehéznek bizonyult, és mi is ugye már itt a műsor folyamán elővettük az okostelefont, és megpróbáltuk az internet segítségével kitalálni, hogy mit is jelentenek ezek a szavak, mert bizony nem mindegyiket használjuk. Hogyha most nagyon figyelnek, akkor tulajdonképpen egy kis mini megyei nyelvlecke következik. Így van, hiszen feladtunk néhány szót, amelyet meg kellett fejteni, pontosabban a közhasznú változatát kellett kitalálni, és csapatok meg is tették, és talán már elhangzott ebben a műsorban az a szó, hogy tikmony. Igen, ezt én nem ismertem, ugye ez a tyúk tojását jelenti, és Vörös Marti például az egyik versében használja ezt a kifejezést, hogy csak a lágy tikmonyt tudta megenni, nem tudjuk, hogy mi lehetett ennek az oka, de esetleg utána járhatnak a kedves nézők. A következő szó a fuszújka volt, ami szintén nem gyakran fordul manapság már a közbeszédben. Ez azt jelenti, hogy paszúj vagy bab, román eredetű egyébként a szó. Aztán itt volt a következő, amit én megint csak nem tudtam, hogy mit jelent, ez a fürgöl, aminek semmi köze nincs a fürdéshez. Van viszont egy ablakhoz vagy ajtóhoz, amelyet be lehet reteszelni, tehát gyakorlatilag ez a reteszelés folyamatát írja le ez a szó. Na, te tudtad, hogy mit jelent ez, hogy marjul? Ki ezt, se tudom mondani. Ezt tudtam, mert ha jól emlékszem, az Egri Csillagok című könyvben szerepel ez a szó, ugye katonákról van szó, és talán abban a szó összetételben, hogy mondhatom, hogy kimarjult a válla, és akkor gyerekként kíváncsi voltam, mit jelent, utána néztem, magyarul ez egy ficamot jelent, kificamodott a válla, egy sérülés, ami a háborúban gyakran előfordul, most már kevésbé találkozunk vele, de sportrendezvény kapcsán, mondjuk egy futballmeccsen azért még mindig lehet találkozni, nem is a szóval, de kificamodott bokával vagy vállal. Na, majd a következő ilyen meccs közvetítésen majd ezt a szót használ. Amúgy én háromszor is elolvastam az Egri Csillagokat, de erre a kifejezésre nem emlékeztem. Na hát, megyünk tovább a furcsa szavakkal. Óbítalak, ezt kellett megfejteniük. Erről se tudtam, hogy valójában ugye ez egy sajnálat. Én sem hallottam róla, megmondom őszintén. A következő szó talán ismerős lesz mindenkinek, vagy ismerős volt mindenkinek, hiszen a fineszes kifejezést használjuk, ugye rafináltat jelent, viszont utána már én is megálltam, vagy nálam is megállt a tudomány, hiszen az, hogy ugorgyán, megmondom őszintén, életemben nem hallottam. Igen, Gergely ugornyára asszociáltam, de semmi köze nincs hozzá, ugyanis ez szivárványt jelent, és közben meg rájöttem, hogy egyébként pedig a tikmonyt, azt nem Vörös Marti, hanem Csokonai egyik versében olvashatjuk, tehát ugye régen tanultuk már ezeket, úgyhogy az ember valóban le kell, hogy porolja a tudását, erre is jó egy ilyen online vetélkedő. Hát talán a mátós szót azt többen ismerik, bár én azt mátyósnak hallottam. Lehet, hogy tájénysértől függően, de valószínűleg mind a két helyen részeget jelent. Na és az utolsó szó pedig a szaletli, ezt sem ismertem, és szerintem te sem. Én sem, de kiderült, hogy lugas a jelentése.
Na, kedves nézők, 5 perc múlva visszakérdezzük, úgyhogy addig reméljük, hogy nem felejtik el, a rövid távú memóriájukat fogjuk tesztelni. A következő kérdésekben pedig tulajdonképpen hát a megyének az ismeretét teszteltük? Igen, 3 lehetséges megoldás volt megadva egy-egy kérdésre válasz gyanánt, és a csapatoknak el kellett dönteniük, hogy ezek közül, a válaszok közül melyik az, amelyik jó. Na, hát akkor kezdjük is, nézzük is. Az első kérdés úgy hangzott, hogy hol található Kölcsey Ferenc síremléke, a 3 variáció pedig Kölcse, Szatmárcseke és Spanyola volt. Kölcsey Ferenc a magyar irodalom történet egyik legnagyobb alakja. Ő volt nemzeti himnuszunk szövegének szerzője. A költő 1790-ben Sződemeteren született egy nagy tekintélyű Szatmár megyei nemes család sarjaként. Viszontagságos életében 23 évet Szatmárcseként töltött, életművének nagy részét itt alkotta, és végső nyugalomra is a településen lelt. Kölcsey sírja az Európa szerte egyedülálló sírkertben, a szatmárcsekei kopjafás temetőben található. A fehér márványoszlopokból készült klasszicista síremlék a temető legmagasabb helyére épült. Barabás csapatai sikerrel vette az első akadályt, az online vetélkedőt. Nézzük meg, honnan jön majd a barabási csapat a középdöntőbe. Barabás, Barabás, te csodás! Igazi vadregényes környezetben, ritka rovar és madárfajok által lakott terület szomszédságában található Barabás. Az északberegi Kaszonyi hegy, más néven Tipet hegy, nem csak egyedi és gazdag élővilágával jár élen a térségben. A Bárci tető a maga 219 méteres magasságával megyénk és az Alföld legmagasabb pontja. A közel 160 hektáros természetvédelmi terület nem csak az ornitológusok kedvelt célpontja, az ide érkezők és az itt élők nyaranta előszeretettel hallgatják a madarak énekét a hegyoldalban ülve. Ha a szemügyre vettük az itt élő közel 70 madárfaj, valamint a ritka rovarfajok egyedeit, a kis község is tartogat látnivalót. Az Árpád-kori településnek épített öröksége is van, a falu központjában áll a középkorban emelt református templom, melyet később barokk stílusban építettek át. Biztosan sokan jártak már a Szabolcsi Földvárban, ha más nem osztálykirándulások kapcsán, vagy egy kerékpáros túra kapcsán, viszont nem biztos, hogy mindenki tudja, aki ott járt, hogy mikor készült, mikor épült a Szabolcsi Földvár. 3 lehetséges választ kaptak a csapatok, a játékosok, mégpedig az egyik az, hogy 950 körül, a másik az, hogy 1050 körül, a harmadik pedig, hogy a 2021-27-es uniós ciklusban készült el a Szabolcsi Földvár. Közép-Európa egyik legimpozánsabb földvára Szabolcsban található. Az építmény történelmi léptékkel nézve az Árpád-kor előtt nem sokkal, a legkorábbi uniós ciklust nézve viszont már sokkal korábban elkészült. A legjelentősebb régészeti feltárás 1969 és 1971 között zajlott a településen, ennek köszönhetően tisztázódott a földvár szerkezeti rendszere, használati módja, illetve építésének időpontja. A kutatók szerint a létesítmény a 10. században épült, vagyis a 950 körüli időpont a helyes. Az írásos emlékek bizonyítják, hogy 1092. május 20-án Szent László király itt tartotta azt az egyházi zsinatot és törvényhozó gyűlést, amelynek a korai magyar állam történetének egyik legfontosabb jogtörténeti alkotása köszönhető. Azt hiszem, Panyolát talán nem is kell bemutatni, hiszen többek között a fesztiváljáról és a pálinkájáról is híres, de azért reméljük, hogy a következő kis filmben még megtudhatnak pár információt a településről. Panyolának nincsenek híres történelmi nevezetességei, itt nem születtek nagy hadvezérek, költők, politikusok, híresebb csata sem zajlott. Nem mi állítjuk ezt, Panyola weboldalán kezdődik így a település bemutatása. Hát akkor ennyi, mondhatnánk, de mégis, akkor mivel büszkélkedhet ez a kis szatmári község? Nem tudom. Mármint tudom, a gyümölcs, amit úgy hívnak, nem tudom szilva. Ebből egyesek a lekvárba és a finomabbnál finomabb ételekbe, mások a helyi energiaitalba, a szatmári szilva pálinkába szeretnek bele, és akkor még nem is említettük a panyolai farsangot.
A helyiek február 2. hetében alakoskodó állatokat és különös figurákat felvonultató, vicces zenés attrakcióval űzik el a telet. A nyár sem múlik el nyomtalanul, idén augusztusban immár 16. alkalommal gyűltek össze több ezeren a Panyola Festen. Ilyenkor tapasztalja csak meg igazán az ide látogató, hogy milyen is a helyi emberek vendégszeretete. Panyolának nincsenek híres történelmi nevezetességei, itt nem születtek nagy hadvezérek, költők, politikusok, híresebb csata sem zajlott. Panyola most írja csak igazán a történelmet. Mikor született Móricz Zsigmond? Ez a következő kérdésünk. 1888, 1879, vagy esetleg karácsonykor? A szatmári síkság csücskében az ukrán határ mellett fekszik Tisza Csécse. Itt született Móricz Zsigmond, a 20. század prózairodalmának meghatározó alakja 1879-ben. Móriczéknak Csécsén három házuk is volt. A ma is látogatható emlékházat végül hibásan az író szülőházaként emlegetik, ide azonban csak később költözött a család. Ennek udvarán áll az 1979-ben felavatott, a hazalátogató Móriczot ábrázoló egész alakos bronzszobor, amely Varga Imre alkotása. Móricz szeretettel gondolt szülőfalujára, melyről így vallott 1928-ban. Én nekem Csécse marad a tündérsziget, ahová mindig visszavágytam, ahová mindig úgy tér vissza az emlékezet szárnyán a lelkem, mint a boldogság és a béke kedves szigetére. Melyik beregi település kapta a nevét a Fekete Víz Csernavoda patakról? Itt is három lehetséges válasz. Volt vagy van Budapest, Tákos és Csaroda. Ezek közül lehetett választani. Kiderül, hogy melyikre voksoltak a csapatok. Ez a bizonyos falu már a középkor eleje óta lakott település volt. Az itt folyó Fekete Vízpatak szláv elnevezéséről, a Csernavodáról kapta nevét, vagyis hangzásából ítélve Tákos, földrajzi helyzetét tekintve pedig Budapest sem jó válasz erre a kérdésre. Sokkal inkább a Csaroda az, amely bekarikázandó. A környék a Szatmár-Beregi Tájvédelmi Körzet szívében található olyan különleges természeti kincsekkel, mint a Nyires-tó és a Báb-tava. A Tőzeg-Moha lápos vidék mellett Csaroda épített öröksége is egyedülálló. Árpád-kori 13. századi templomát népies falfestés díszíti, tájháza Patics falu, vagyis tapasztott agyagból épült. Egyébként biztosan észrevették, hogy azért a három variáció közül az egyik az általában megmosolyogni való, mert hogy annyira kilóg a lólát, de hát azért lehet, hogy valakit sikerül egy kicsit akár megtekerni, és elgondolkodik rajta. Hiszen a Tanú című filmből tudjuk, hogy az a gyanús, ami nem gyanús, tehát lehet, hogy lehet, hogy az a túlgondolták esetleg a csapatok. Nos, a következő kérdés, mi a tiszavirágzás, a három variáció pedig a következő, az allergia szezon kezdete, vagy a kérészek tánca, illetve násza, vagy egy-egy tálétel. A tiszavirág egy rovarfajta, amellyel tömegesen mára csak főként a Tiszában találkozhatunk. Innen származik a tiszavirágzás elnevezés, amely e kérészfajta rajzására utal. A leglátványosabb főrajzás során milliónyian repülnek a víz felett. Egy jól kifejlett nőstény a fartoldalékaival elérheti a 12 cm hosszúságot is. A hímek valamivel kisebbek és a párzás után elpusztulnak, míg a nőstények végkimerülésig repülnek, hogy a megtermékenyített petéiket a víz felszínére rakják, lehetőleg minél közelebb ahhoz, ahonnan ők maguk is származnak. A kérészek táncát nem csak a turisták, de a természet élővilága is figyelemmel kíséri. A békák és a ragadozó halak, sőt a madarak is igyekeznek jól lakni kedvenc eledelükből. Az alig pár órás attrakció ma már hungarikumnak minősül. Az köztudott, hogy a Nyíregyházi Színház Móricz Zsigmond nevét viseli, az viszont talán nem annyira, hogy mikor vette fel ezt a nevet, mióta viseli Móricz Zsigmond nevét a Nyíregyházi Színház. A három lehetséges válasz 1960, 1958 vagy 1970.
A Móri Zsigmond Színház a Nyíregyházi Kulturális Negyed patinás épülete Alpár Ignác tervei alapján 1894. február 6-án nyílt meg. 1955 és 1960 között teljesen felújították, befogadó képességét 450-ről 508-ra növelték. Ekkor vette fel a Móri Zsigmond Színház nevet. Az első bemutatott előadás a Bánkbán volt. 1980-ban újabb nagyszabású átalakításon esett át, majd 1981-ben 33 művésszel megalakult az első önálló társulat is. Ebben az időszakban épült meg a Színészház és a Krúdi Kamara színpadnak alkalmas épületrész, valamint a színházhoz tartozó üzemház, új próba és kamaratermek, díszlet és kelléktárak, műhelyek, öltözők és irodák a színház melletti új szárnyban. A teátrum jelenleg három színpadot működtet, a nagyszínpadi nézőtéren 369 fő, a Krúdi Kamara színpadon 100 fő, a Színészházban kialakított művész stúdió nézőterén pedig 110 fő tud helyet foglalni. A színház története során napjainkig több mint 400 előadást mutatott be. Rozsály csapata is sikeresen vette az online elődöntőt, úgyhogy ők is ott lesznek majd a középdöntőben, ismerkedjünk meg ezzel a településsel is. Rozsály Szabolcs-Szatmár-Bereg megye keleti csücskén a román és az ukrán határhoz egyaránt közel helyezkedik el. Itt a szatmári síkságon folyik át a Túr, a Kraszna, a Szamos és a Tisza is, de magát a települést furcsa módon egyik sem érinti. Híres szülöttje Béres András etnográfus, levéltáros, a népmese, a néptánc és a pásztorélet kutatója és hírvivője. Rozsály manapság is igazi önellátó gazdasággal, óvodával, iskolával, orvosi rendelővel és idősek otthonával is rendelkező, alig 800 lelkes község. Lakosainak 6 évvel ezelőtt egy nagy természeti katasztrófát is át kellett vészelniük. A házak több mint háromnegyedét tette idéglenesen lakhatatlanná egy hatalmas vihar, amely borsó, dió, sőt tojás méretű jégdarabokkal érkezett. Ez formálta igazán közösségé a helyieket. Következő kérdésünkben arra voltunk kíváncsiak, hogy tudják-e a játékosok, hogy melyik település a megyében a sárkányok városa. Az A szerint Királyvár, a B szerint Nyírbátor, a C szerint Kisvárda. Ma már ritkán fordul elő, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében sárkányok garázdálkodnak, de ez talán annak is köszönhető, hogy a Bátori család egyik őse, Bátori Vid Szent István uralkodása alatt legyőzte az egyik beszedelmes sárkányt. Legalábbis így tartja a legenda, és erre a hőstetre utalnak a Bátori család címerében lévő sárkányfogak is. A történelem könyvek kevéssé támasztják alá a legenda hitelességét, ettől függetlenül Nyírbátort a sárkányok földjének is nevezik, ahol számos sárkányt ábrázoló szobor őrzi a családi legenda emlékét. Nyírbátort egyébként Kun Lászlótól kapta a Bátori család birtokadományként a Morva-Vezei csatában nyújtott segítségért. A Bátori várkastélytól a Kolostor templomig számos történelmi épület őrzi a család által virágzásnak indult város középkori báját. A következő kérdés az volt, hogy ki írta a Vörös Postakocsi című regényt. Itt is három lehetséges válasz volt megadva. Grúdi Gyula, Kosztolányi Dezső, vagy pedig Kocsis Postás János. Ezek közül kellett kiválasztani a jó megoldást. Ismerve a kortárs irodalmi trendeket és tudva, hogy milyen népszerű az önéletrajz, akár még Kocsis Postán János is lehetne a megfejtés, de ezt inkább engedjük el. Kosztolányi Dezső a 20. század és a modernség szerelmese biztosan nem szívesen utazott olyan ódivatú járgánnyal, mint a postakocsi, ezért kizárásos alapon Krúdi Gyula lehet a szerző. Ráadásul a regény megjelenésének idejében már 3 gyermeke volt az írónak, így családtámogatási rendszer, csok és autóvásárlási támogatás híján nem csoda, hogy nem tellett autóra, csak kocsira. A megfejtés tehát Nyíregyháza híres írója, az 1878. október 21-én született Krúdi Gyula, aki nem csak a Szindbád és az Álmos könyv miatt lehet közismert, hanem a Vörös Postakocsi című regényével is beírta magát a magyar irodalom történetébe.
Egy nagyon szép épületről szól a következő kérdés, mégpedig a Kálóseméni Kálai kúriáról. Azt kellett eldönteniük, hogy milyen stílusban épült ez a kúria. Az A szerint rock stílusban, a B szerint barokk stílusban, a C szerint pedig rokokó stílusban. Mi vagyunk a rock, mi vagyunk az élet. Pataki Attila örökbecsű sorai juthatnak eszünkbe, de jól tudjuk, hogy att is nem idő, hanem űrutazó, így bizonyára nem volt ott, amikor megépült a csodálatos kúria 1763-ban. Ez az a kor, amikor Nyugat-Európában hódít a rokkokó, de mi már akkor sem követtük feltétlenül a nyugati trendeket. A kállaiak sohasem szerették a csicsát, a fennhéjázást, inkább szerették a visszafogott eleganciát, ezért a barokk stílus lehet a helyes megfejtés. Még akkor is, hogy a kúriát olaszok, Salvator Aprilis és munkatársai építették. A család híres tagjai ispánok, pénzügyminiszterek és maga a miniszterelnök, Kállai Miklós is itt nőtt fel, ebben a házban tanult meg írni, olvasni, számolni, sőt, talán még hintája is volt. Ezért tudott olyan sokáig lavírozni a német és az angol érdekek között a II. Világháborúban, és ezért lett ismert Kállai hinta politikája. Azt már kérdeztem, hogy szeretsz olvasni, és mit olvastál. Most azt kérdezem, hogy szeretsz-e hímezni, vagy hímeztél már egyáltalán valamikor? Na most itt hímezek, hámozok, mert most azt kellene mondani, hogy igen, rendszeresen ezzel kapcsolom ki magam, és relaxálok. De egyébként hát mostanában nem szoktam hímezni, viszont gyerekkoromban meg igen, például keresztszemest is próbáltam, akkor még jobb volt a szemem, persze azért nem olyan profi módon, mint ahogy itt a beregi területen teszik, meg hát ezeket a klasszikus ilyen pelenkaöltés. Ha hiszem, azt még én is megtanultam általános iskolában. És kötni is tudsz? Azt nem. Makramézni? Azt nem, de hímezni hímeztem. És azért kérdeztem, mert a következő kérdés az volt, hogy melyik tájegység jellegzetes keresztemes hímzési technikája került be a megyei értéktárba, és itt is volt három lehetséges válasz. A beregi, az etelközi vagy a rétközi. Amikor őseink a népek országútján az Uráltól Etelközbe értek, nem csak a lovakról és a nomád életmódról, de a művészetről is sokat tudtak. Bőröveket, táskákat, hajpántokat készítettek, de a nagy rohanásban hímezni biztosan nem volt idejük, ezért nem etelközi a keresztszemes. Annál inkább lehetne rétközi, hiszen ez a tájegység egyik büszkesége a megyének. Nem hiába vonza az ottani tó a horgászokat és mostansága száp szerelmeseit, szövőnők viszont nem állnak sorban a rétközben. Ellenben, ha valaki ellátogat Beregdarócra vagy annak környékére, vagy benéz a Vásárosnaményi Beregi Múzeumba, nagyon könnyen kitalálhatja, hogy a beregi keresztszemes hímzés része most már nem csak a megyei értéktárnak, de a hungarikumok népes családjának is. Szerintem nincs olyan néző, aki ne járt volna a Túristvándi vízi malomba, vagy legalábbis ne látott volna felvételeket. Én még ettem is ott a vízi malom melletti területen, ugye ott általában sokan megpihennek, aztán evezni is lehet. Igen, és mire emlékszel a vízi malomból? Hát a vízi malom magára, az atmoszférára, az illatra. A lapátra. A lapátra, igen, mert milyen idő volt, hogy ott milyen fotókat készítettünk. Ugye ott a vízi malom mellett van egy óriási nagy fa, ott is készítettünk képet, de például arra nem tudnék válaszolni, ami itt a kérdés volt. Így van, hiszen az volt a kérdés, hogy hány ablaka van a Túristvándi nevezetességnek, a vízimalomnak. Ajtaja biztos van, arra emlékszem, de én sem emlékszem, hogy hány. Igen, egy nagy fa ajtaja ablaka van. És lehetett választani, mégpedig a három megadott válasz lehetőség az, hogy 21, 11 vagy 1. Hát van különbség a három válasz között, kiderül, hogy melyik a jó válasz. A legtöbb korabeli vízimalommal ellentétben az országszerte ismert Túristvándi vízimalomnál a víz nem felül folyik a lapátokra, hanem a folyó sodrása alulról hajtja meg a kerekeket, amiből három van. Ezek a lapátokkal együtt egyenként 6 méter 20 cm átmérőjűek, míg a főtengelynél ez az adat 60 cm. A kétszintes épületnek három erkélye van, amelyekről jó kilátás nyílik a folyóra. A tetején eredetileg két torony volt, a felújítás után ebből csak egy maradt meg. A belső fényáradatról pedig 11 ablak gondoskodik.
Nem csak Szabolcs-Szatmár-Bereg megyét ismerhetik meg ezekben a műsorokban, hanem kifejezetten Szabolcs települést is. Nézzük, hogy miről híres a település. Szabolcs Nyíregyházáról biciklivel is könnyen megközelíthető, mindössze 42 kilométert kell kerekeznünk szinte végig bicikli úton, hogy a Tisza bal partján a Nyírség északnyugati peremén egy szóval a Rétközben megleljük ezt a kis, ám annál nagyobb múlttal rendelkező települést. Megyénk és a magyarság bölcsője Szabolcs. Az egyfőre eső honfoglaláskori leletek száma itt a legmagasabb a térségben. A kutatók ezért arra következtettek, hogy ezen a tájon lehetett a magyar nagyfejedelmek szállása. A 9-10. Század környékén itt épített földvár Közép-Európa egyik legimpozánsabb földvára, református temploma csak egy kicsivel fiatalabb a földvárnál. Az épület már a 11. században állt, vagyis több mint 1000 éves. A 11. század után a 18. század közepéig ugorhatunk, ekkor épült késő barokk stílusban a Mudrány kúria. Az itt bemutatott kiállítás a 19. századi vidéki nemesi élet mindennapjait, tipikus lakáskultúráját mutatja be. Aki éhesen itta valamennyi szavunkat ebben a műsorban, az fog tudni a következő kérdésre válaszolni, hiszen már beszéltünk róla. Aki viszont csak most kapcsolódott be az adásba, az tesztelheti a saját tudását, hogy tud-e válaszolni arra a kérdésre, hogy mely település templomának közkeletű elnevezése a mezítlábas Notre-Dame. El lehet dönteni, vagy el lehetett dönteni, hogy ez a mezítlábas Notre-Dame Párizsban található, esetleg Csengerben, vagy pedig Tákoson. A gótika egyik legszebb példája a párizsi Mi Asszonyunk Székesegyház, közismertebb nevén a Notre-Dame. A romantika fővárosától nem messze megtalálható ennek úgynevezett mezítlábas változata is. A fazsindelyes tető, a meszelt paticsfal, a fakazettás mennyezet, a döngölt, valóban mezítláb, sárral taposott földpadló, a festett berendezés és a tulipános motívumok által díszített református templom tákos büszkesége a mai napig. A legősibb része 1766-ban épült az apró, alig 400 fős községben. Zsiga, te jól főzöl, a stáb már jó néhányszor meg is kóstolta a fűszöget. Igen, nyugodtan ugye? Mondhatom, hiszen nem én szoktam magam dicsérni, hanem általában dicsérnek, mert azt mondják, hogy egy szakácsnak az a legnagyobb elismerése, hogy a fűszje, ezen a téren sem panaszkozhatom, úgyhogy nyugodtan mondhatom, hogy szeretek, és talán egy picit tudok is főzni. Annyira imádom, és az önbizalmad is teljesen rendben van, ugye? Tehát nincs szükség. Szerintem igen. Na, hál' Istennek. És mennyire szoktál ilyen szabolcsi vagy beregi ételeket főzni? Szoktam azt is, bár általában szabad tűzön, vagy sütök, vagy bográcsban főzök, de vannak olyan ételek, amelyeket nem főztem ugyan, de megkóstoltam már otthon gyerekkoromban, hiszen nem tudom mennyire ismerik, sokfelé több neve van. Nálunk táskalevesnek hívták, azt, amikor a kinyújtott tésztát egy kis hagymás, paprikás zsírral megkenték, összetekerték, és kifőzték egy levegyben nagyon gyorsan elkészült étel. Kötött tésztalevesnek kötött, hívni, illetve Máté Szalka környékén. Nálunk táskalevesnek hívták, aztán volt más olyan tájjellegű étel, amit kifejezetten azért kóstoltam meg, mert addig még nem ettem. Még az jutott eszembe, ugye most is itt vagyunk a Sóstói Múzeum faluban, hogy azért itt ezen a helyen nagyon sokszor főznek ugye magyar tradicionális ételeket, többek között ezt az ételt is elkészítették, és jó néhány évvel ezelőtt egyébként készült egy kis kiadvány a Kóstoljuk meg Magyarországot rendezvény keretein belül, ahol pedig a receptek is ott voltak. És én ennek például kifejezetten örültem, mert valóban a régi ízeket olyan autentikus receptek formájában kaphatjuk meg, mert egyébként nem tudtam, hogy mit jelent ez a bizonyos cinke, illetve hogy hogyan kell főzni, és többféle vita is van erről, hogy akkor ez valójában micsoda, úgyhogy most megtudják a kedves nézők is. Akiket már nem leptünk meg, viszont a csapatok, mikor ezt a feladványt megkapták, még nem tudták, vagyis nem hallották azt, amit mi most elmondtunk, tehát nekik három lehetőség közül lehetett választani. Egy nyírségi kismadár, egy tájjellegű étel, vagy a cipő fűző népies neve,
ezek voltak a variációk, és nézzük, hogy sikerült-e válaszolniuk. A magyar népnyelv az elmúlt évszázadokban csodálatos dolgokat teremtett. A cipőfűzőnek mégsem alkottak más elnevezést. Hallhattunk azonban a széncinegéről, a kékcinegéről, de akár a fenyvescinegéről, vagy a búboscinegéről is. Sőt, lazúrcinegét is láthatunk, igaz, elsősorban Közép-Ázsiában. A közel 50 cinegefajt sokszor egész egyszerűen cinkének hívja a köznyelv. Ez egy elhallás után maradt a köztudatban. A cinke ugyanis valójában a zalai dödölle keleti párja. Egy egyszerűen néhány alapanyagból elkészíthető szatmári étel. Kedves nézők, itthon együtt közösen Szabolcs-Szatmár Beregben, ugye ennek a pályázatnak a keretében készült el többek között ez a mai esti műsor is, és még számos más műsor, és hát az a volt az egész rendezvény sorozatnak a célja, a műsoraink célja, hogy az identitás tudatunkat egy picit erősítsük. Egyébként ugye a televíziózásnak hála nem csak az adott településeken, közösségekben, hanem az egész világon látható mindez, és én ilyenkor nagyon örülök, mert hát azért sokan ugye elszármaztak ebből a megyéből, nem itt laknak már, akár nem is Magyarországon, és amikor visszanézik ezeket a felvételeket, úgy gondolom, hogy azért mindenkinek a szíve egy nagyon dobban, sok gyerekkori emlék idéződik fel, akár tiszaparti nyaralások formájában, vagy a megye különböző településeinek a szép látványa az, ami felidéződik. Úgyhogy ha már itt a Tiszánál tartunk, szerintem az egyik leglátogatottabb nyaranta ugye a Tiszapart, de nem tudom, hogy azt tudják-e a nézők, hogy milyen hosszú itt a megyei szakasza a Tisza folyónak, illetve a magyarországi szakaszra voltunk kíváncsiak. Igen, és három lehetséges választ adtunk meg, mégpedig az egyik az volt, hogy 597 kilométer hosszú ez a szakasz, a második az, hogy nem is itt folyik, a harmadik pedig, hogy 598 kilométer a Tisza magyarországi szakasza. Nyári napnak alkonyulatánál megállék a kanyargó Tiszánál, írja a Petőfi a Tisza című versében. Valóban kanyargott a folyó még akkoriban, szabályozása épp akkor kezdődött, mikor a költő úgy döntött, versbe foglalja gondolatait róla. Ez előtt, a szabályozás előtt több mint 1400 kilométer volt a Tisza hossza a történelmi Magyarországon. A folyót kurtították, az országot pedig később csonkították. Így alakult ki az, hogy hazánkban ma 597 kilométer hosszúságban csodálható a Tisza, a helyes válasz tehát az A volt. Fényes Ittke is ott volt a 21 nevező csapat között, tovább is léptek, ott vannak a középdöntőben. Nézzük meg, honnan érkezik a Fényes Ittke együttes, nézzük meg a település bemutató kisfilmet. Fényes Ittke, a település, amely a fiatalokra épít. Lélekszáma sok más hasonló nagyságú településhez képest nem, hogy nem csökken, hanem évek óta növekedik. Évek óta a teltházzal működik, a 100 férőhelyes óvoda, az általános iskolát is több mint 250-en látogatják. Van is perspektíva egyébként, a Kisvárdától mindössze néhány kilométerre fekvő község mozgatórugója, ugyanis a vasút. Ennek pedig a következő évtizedekben még nagyobb szerepe lesz, Közép- és Kelet-Európa legnagyobb kereskedelmi központjának megépültével Fényes Ittke országos, sőt nemzetközi hírnévre tett szert. A települést egyébként már az 1200-as években említették oklevelek, akkor még Ittke néven, majd a későbbiekben először a Fövényes, majd a Fényes előtagot kapta. Hát azt már megtudták a kedves nézők ebből a műsorból, hogy H.R. Zsiga nem csak rendszeres könyvolvasó, ugye nem csak kiváló szakács és nagyszerű sportriporter. Önbizalom hiánya sincs, de azt nem tudják, hogy hogy állsz a pálinka fogyasztással, meg hogy főztél-e már pálinkát. Azt kell mondanom a második kérdése, hogy igen. Az elsőre... Csodáltam volna, ha nem. Az elsőre pedig... Egyértelmű a válasz, hiszen ha valaki főz pálinkát, akkor azt meg is kell, hogy kóstolja. És csak akkor kóstolod meg, amikor főzöd?
Nem, akkor kötelező megkóstolni, viszont vannak olyan alkalmak, amikor pedig ajánlott vagy illik, úgyhogy szeretem a jó pálinkát, és a jó pálinka Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében lehet azt mondani, hogy az egyik jellemző vagy egyik jellegzetessége, hiszen a magyarországi erdetvédett pálinka területek közül három is Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében található, úgyhogy ha azt nézzük, hogy hány megye van az országban, hány védett pálinka terület van, és abból három a megyé, akkor nyugodtan büszkék lehetünk rá. Én is azt gondolom, nem véletlen, ugye, hogy bekerültek a megyei értéktárba is ezek a finom pálinkák, és tulajdonképpen Magyarország is büszke ezekre a pálinkákra, úgyhogy kíváncsiak voltunk, hogy vajon tudják-e a játékosok, hogy milyen gyümölcsből készül Újfehértó híres pálinkája. Hát itt nagyon viccesre vették a figurát a szerkesztőink, ugyanis az A variáció szerint gumicsizmából, a B szerint ananászból, a C szerint pedig megyből készül a híres újfehértói pálinka. Újfehértó híres pálinkájának összetevőjéről a következőket érdemes tudni. 5-6 g tömegű, átlagosan 22-24 mm átmérőjű, lapított gömb alakú. Héj színe fénylő sötét piros. Húsa közepesen kemény vagy kemény, vérpiros, enyhén festőlevű. Íze harmonikus, középhosszú kocsánya erősen pálhaleveles. Géppel jól betakarítható, magja nagy, maghús aránya 6-8%. Fája közepesnél kissé erősebb növekedésű, idősebb korban felkopaszodásra kissé hajlamos. Ha ezek alapján ön mégis erjedt gumicsizmát vagy erjedt ananászt vinne újfehértói pálinkafőzőbe, ne lepődjön meg, ha házi orvosához irányítják. A jó válasz természetesen a C volt. Kedves nézőnk, lassan a műsor végéhez közeledünk. Hát reméljük, hogy nagyon izgalmas volt már ez az elődöntő is tulajdonképpen, amikor még hát a húsvér csapattagokkal nem is találkoztunk, mi is nagyon izgulunk, és hát nagyon reményteli és várakozás teli volt ez az első rész, hiszen már azért megismerhettük azt, hogy mi mindenre képesek a csapatok a győzelemért, mennyire bevállalósak, mennyire kreatívak, ugye nagyon sokféle feladatot kellett teljesíteni, és itt is nagyon ügyesek voltak, de érthető is a lelkesedés, hiszen ugye ennek a játéknak azért a végén nem kevés összeg kerül majd kiosztásra. Tulajdonképpen az első díj 500 ezer forintot jelent, a második 300 ezret, a harmadik pedig 100 ezret. A mai műsorban pedig a 9 legügyesebb csapattal ismerkedhettek meg. Egyébként erre a rendezvény sorozatra 21 csapat nevezett, közülük került ki az a 9 együttes, amely majd három helyszínen, Vásárosnaményban, Máté Szalkán és Tiszavasváriban vetélkedik egymással, azért, hogy a három győztes majd Kisvárán döntse el az előbb említett összeg sorsát, vagy összegek sorsát, és itt ugye az online vetélkedőben hallhatták, láthatták, hogy milyen képességekre, készségekre volt szükség, és hasonlókra lesz szükség majd azokon a vetélkedőkön is, amelyeken a csapatok már terepen gyakorlatban mutathatják meg, hogy mire képesek, és olyan csapatok jönnek majd, amelyek nem most találkoztak, vagy amelyeknek tagjai nem most találkoztak először, hiszen már többször elhangzott, hogy ennek a rendezvény sorozatnak a legfőbb célja a megyei identitás erősítése, és mint mondtuk, minden településen vannak olyan közösségek, civil közösségek, baráti társaságok, amelyek ilyen rendezvények kapcsán összeülnek, felkészülnek, és mindent megtesznek azért, hogy a lehető legjobb eredményt érjék el, hozzásegítve településüket a dicsőséghez és a vele járó pénzjutalomhoz. Kedves nézők, nagyon köszönjük, hogy velünk tartottak ma este, és hát várjuk Önöket a középdöntőkön és a döntőn is természetesen, hiszen jó érzés. Lehet, hogy például a települések mondjuk összeülnek akár a polgármesteri hivatalba, vagy valamilyen közösségi tér, vagy pedig esetleg a kocsmába, és ott nézik meg majd, hogy mi is lesz ennek a műsornak a folytatása, és ki lesz a győztese. Úgyhogy köszönjük, hogy velünk tartottak, további kellemes estét kívánunk, viszontlátásra. Viszontlátásra. Készült Magyarország kormánya megbízásából az Európai Unió támogatásával.